Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről fogunk ma beszélni az adásban. Nyilván nem véletlenül nagyon heves harcok dúlnak a hírek szerint Bakhmutban, és a NATO főtitkára arról beszélt, hogy elindult az új orosz offenzíva. Úgyhogy erről is szó lesz, meg persze azt is átbeszéljük, hogy vajon kiszélesedhet-e ez a konfliktus. Arról is szó lesz, hogy Szijjártó Péter pedig Minszbe utazott, hogy vajon mi lehetett ezzel a célja, ezt is megpróbáljuk majd megfejteni, és szó lesz az EU csúcsról is, ahol az egyik legfontosabb, vagy legérdekesebb fejlemény az volt, sokan felfigyeltek erre, hogy Orbán Viktor nem tapsolt, amikor Zelenszkijt egyébként mások megtapsolták, más EU-s vezetők és illetékesek, úgyhogy ezt is megpróbáljuk majd megfejteni, hogy ennek milyen jelentősége lehet. És akkor mutatom a mai vendégeinket. Itt van Brenner Koloman, Jobbik politikus, a Parlament Külügyi Bizottságának alelnöke. Jó estét kívánok! Estét kívánok! Mesterházi Attila, NATO parlament korábbi elnöke, jó estét kívánok. Önnek is, és Kaiser Ferenc, az NKE docense, biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok önnek is. És akkor kezdjük ezzel is, mert mint amit az előbb említettem, hogy mennyire heves harcok dúlnak Bakhmutban, és a kérdés az, erről is fogunk majd beszélgetni, hogy vajon ezek alapján, vagy az elindult új orosz offenzív alapján valon kiszélesedhet-e a konfliktus, vagy sem. Mielőtt az oroszok Donyec területét bombázzák, ismét összeült az Ukrajnát támogató kontaktcsoport, melynek egyik kiemelt résztvevője Olekszij Reznikov ukrán védelmi miniszter volt. A résztvevők a nyugati fegyverszállítmányok fokozásáról beszéltek egy várható orosz offenzíva előtt. A harcok erősödésével az Ukrajna felé nyújtott támogatásunkat is fokozni kell, mondta a holland védelmi miniszter, aki hozzátette, többek között F-16-os vadászgépek Ukrajnába szállítását is megvitatják. Ez alatt Boris Pistorius arról beszélt, hogy Németország újrakezdi a Gepard önjáró légvédelmi lövegekhez való lőszergyártását. Bár a fegyverből többet is adtak Ukrajnának, lőszert már régen nem gyártottak hozzá, egészen mostanáig. Igen, beszélgetünk majd a fegyver szállításokról is természetesen, de akkor előtte erről a bizonyos orosz offenzíváról, ugye sokan jósolták azt, hogy várható, hogy ez elindul, és azért mondtam ezt, hogy vajon kiszélesedhet a konfliktus, vagy sem, mert most ugye a NATO főtitkár is erről beszélt, és ha már beszéltünk erről, akkor a Peszkov orosz elnöki szóvivő pedig úgy fogalmazott, hogy az Észak-Atlanti Katonai Szövetség nap mint nap bizonyítja Oroszországgal szembeni ellenséget, és egyre jobban belesodródik az ukrajnai konfliktusba. Nem az első eset, hogy ilyen típusú mondatok elhangoznak, de most, hogy elindult ez a új offenzíva, orosz offenzíva, lehet itt összefüggés a kettő között, vagy ezek a szokásos kommunikációs fordulatok és mondatok? Ugye Oroszország részéről ez egy zseniális kommunikációs blöff. Tehát, hogyha folyamatosan azt hangsúlyozom, hogy én az egész nyugati világgal háborúzom, én az egész NATO-val leharcolok, akkor nem vérci ki az, hogy már egy éve nem tudom legyőzni Ukrajnát. Tehát ugye az oroszok ezzel, Putyin személyesen is, és az orosz elit is, tulajdonképpen eladja a kudarcot sikerként. Tehát ez egy ezzel a fajta kommunikációval, hogy mi az egész nyugat ellen harcolunk, hogy a NATO belesodródott háborúba, hogy a NATO belesodródott volna háborúba, akkor most gyakorlatilag a norvég határtól, jó, hát a törököket ugyan kivehetjük, de mondjuk egy csomó másik helyen, mondjuk a Baltikumban, ott már dörögnének a fegyverek. Tehát nyilván a NATO nagyon sokszor és nagyon sok fórumon, úgy a főtitkár, úgy, mind az amerikai elnök, mind a francia elnök, mind a brit és mind a német miniszterelnök többször is hangsúlyozta, hogy semmiképpen nem fog a NATO katonának beavatkozni a konfliktusba. Értelmszerűen, ha NATO tagállamokat ér orosz támadás, akkor ötödik cikkely, de azt nem a NATO fogja kezdeni. Úgyhogy ez a helyzet a korábbiakhoz képest nem változott, ugye, mert erről már beszéltünk korábban, viszont a fegyverszállítások vonatkozásában azt mondta egyébként a NATO főtitkár, hogy további fegyvereket fognak majd küldeni, egészen addig, amíg nem biztosítják Ukrajnának a győzelmet. Tehát annyi fegyvert küldenek. Majd beszélünk arról, hogy milyen konkrét szállításokról van itt szó, de ezek szerint a fegyverszállításokat viszont növelni fogják.
Hát igen, hogy itt a bejátszásban is elhangzott, hogy adtak fegyvereket, de lőszer nélkül ugye nem sok mindenre tudják használni ezeket a fegyvereket max tereptárgyaknak, tehát teljesen természetes, hogyha emellett, Ukrajna mellett elköteleződtek bizonyos országok, most úgy értem ez alatt, hogy NATO tagországok, Európai Uniós tagországok, akkor az teljesen természetes, hogy ez egészen addig tart ez az elkötelezettség és támogatás, amíg egy tűzszünet és aztán egy béke le nem zárja ezt az agressziót, háborút, konfliktust. És valóban is azt gondolom, amit tanár úr mondott, hogy ez egy szokásos, tulajdonképpen egy refrén az oroszok részéről, hogy ők tulajdonképpen nem Ukrajnával harcolnak, hanem az Egyesült Államokkal. Tehát minden orosz nyilatkozat tulajdonképpen arról szól, egyébként ezt a magyar miniszterelnök is mindig ismétli ezt az orosz narratívát, hogy az amerikaiaknak az oroszokkal meg kell egyezni, és akkor béke lesz a térségben. Tehát ez értelemszerűen Putyinnak az érdeke, hogy ilyen mondatok elhangozzanak, amit a magyar miniszterelnök visszhangzik folyamatosan. És ez a fajta, vagy arról, amiről beszéltünk, hogy elindult ez az új orosz offenzíva, ugye így beszélnek most róla, ennek lehet bármilyen jelentőség abból a szempontból, hogy fordíthat a háborúnak az eddigi menetén? Mert ugye erről is felvetődött szakértők, azt mondták, hogy most mindent beladnak az oroszok. Most nyilvánvalóan mindent beladnak az oroszok, hiszen azért arra fel szeretném hívni a figyelmet, hogy az egyértelmű, hogy ha nem sokára egy kicsit melegebb lesz az idő, akkor ugye nagyon nehéz lesz komolyabb hadműveletekbe fogni ugye a sár és a nagyon nehéz terepviszonyok miatt egyrészt. Másrészt egy versenyfutás van az idővel azért, ugye, hiszen valószínűleg tavasz végére, de legkésőbb nyár elejére hadrendbe állíthatók lesznek azok a páncélosok, önjáró lövegek és itt tovább, amelyek most a legmodernebb nyugati technológiával már támadó jellegű hadműveletket is lehetővé tesznek az ukrán fél részéről. Tehát most kell az orosz félnek egy olyan offenzívát indítania, amellyel valóban azt az egy éve húzódó konfliktusban legalábbis olyan eredményeket tud Putyin hazafelé is eladni, amely egyfajta, bármifajta sikerként eladható a hátországnak is. Ugye ez, ha már említette ezeket a járműveket, meg ezeket a fegyvereket, akkor nézzünk meg egy olyan posztot, amely megjelent azzal kapcsolatban, hogy az oroszok valószínűleg, hát mondjuk valószínűleg meg, de hogy NATO páncélost zsákmányolhattak. Ugye arról szóltak a hírek, hogy úgy néz ki, hogy úgymond használható állapotban orosz kézre jutott egy amerikai, ausztrál páncélozott harcjármű, és ezt ugye azért emelték ki, legalábbis ezt lehetett erről olvasni, hogy azért emelték ki, mert korábban ilyenre eddig még nem volt példa. Ennek harcászati szempontból lehet jelentősége? Mert tényleg nagy hangsúlyt kapott legalábbis a sajtó. Semmi? Ez egy M113-as, az a típus, az a vietnámi háborúba kezdte katonai karrierét. Hogy ez ennyire ez régi? Ennyire régi, veszi. Nyilván ez egy többszörösen felújított, de maga a kaszni, az egy nagyon-nagyon régi tervezés. Nyilván az amerikai haderőnek is elképesztő mennyiség van belőle a raktáron. Ezeket a legegyszerűbb átadni, ennek semmi jelentősége nincs. Ez messze nem a legkorszerűbb. Ugyanakkor repeszek ellen, gyalogsági lövedékek ellen ez is képes megoltalmazni a bent lévő katonákat, hogy az ukránoknak minden páncélozott technika jó jön, mert az orosz tüzérség elképesztő pergő tüzet zúdít szinte a nap minden percében az ukrán védelmi vonalakra, tehát ha nem is találják el, ugye a repeszeső miatt a lehetőségek szerint páncélozott eszközökkel mozgatják a katonákat. Bocsánat, hogy csak, hogy igen, talán értsék a nézők, hogy miért volt ennek jelentősége mégis ennek a hírnek, mert amúgy teljesen ez a valóság, az, hogy ugye az amerikaiak többször hangoztatják azt, hogy nehogy NATO vagy amerikai haditechnika az ukrán háborúban orosz kézre kerüljön. Tehát, hogy van egy ilyen értékelési szempontja az amerikai vezetésnek, politikai vezetésnek, hogy milyen fegyvereket adnak át, milyen minőségi, modernségű fegyvereket, és talán erre volt egy kommunikációs úgymond válasz, hogy ezeket a félelmeket esetleg erősítsék, hogy lám akkor már meg is történt az első lépés, semmi jelentősége nincs egyébként, mint hogy Bakhmutnak az elfoglalása is egy stratégiai pont, de ott regionálisan helyben egy stratégiai pont, tehát ettől nem változik meg a háborúnak a menete. Ráadásul, hogyha van, aki nézi a térképen, azért ez messze még mindig azokban a megyékben van, ahol már egy éve ugye küzdenek, sőt, ugye 2014 óta ott vannak az oroszok, tehát tulajdonképpen ez a háború egész szempontjából nem egy
nem egy jelentőségteljes fordulat, hogy amennyiben az ukrán erőknek ki kell onnét vonulniuk. Egyébként, ha már itt tartunk és harckocsikról, meg tankokról beszélgetünk, azért azt vessük föl, hogy ugye szintén a NATO főtitkár ugye azt is bejelentette, hogy 105 harckocsival ugye reniszézott járulnak majd, vagy annyival segítik ugye Ukrajnát, és itt azért voltak olyan vélemények, hogy ez azért megfordíthatja, vagy sok szempontból lehet jelentősége, mert ahogy ugye ön is mondta, ez egyfajta már támadó eszköznek tekinthető, és itt voltak olyan vélemények is, hogy ez megfordíthatja, vagy ennek lehet tényleg jelentősége a harcászati események szempontjából. Ugyanakkor azt is lehetett olvasni, hogy ezeket legkorábban nyilván szállítással, mindennel együtt, hát legkorábban tavasszal tudják használni. Igen, ahogy mondtam, tavasszal, esetleg nyár elején lehet ezeket a modern páncélozott járműveket hadrendbe állítani. Nyilvánvalóan, ráadásul ilyen nagyságrendben, amiről eddig szó van, tehát ilyen 100-150-ről van ugye szó eddig, különböző adatok vannak, és különböző típusú mondjuk tankokról is beszélünk, ugye. Az ukránok eleve azt hiszem 300-at kértek alapvetően, vagy 600-at ahhoz, hogy igazán komoly, hát hogy mondjam, stratégia előnyre tegyenek szert harcérték szempontjából. Tehát ez a nagyságrend még nem az szerintem, ami érdemben valami hatalmas fordulatot hozhat a háború menetében, de az tény, hogy első ízben kerül az orosz haderő szembe olyan modern páncélozott járművekkel, tankokkal, önjáró lövegekkel, amely lényegesen meghaladja az eddig az ukrán fél által is, még a szovjet-orosz időkből örökölt haditechnikának a minőségét. Nagy kérdés persze, hogy hogyan lehet ezeket majd aztán kezelni, illetve a logisztikája ugye ezeknek a modern eszközöknek is elég bonyolult. Eddig az ukránok ezeket a, hát az ilyen kreatív feladatokat nagyon jól abszolválták, ez egy nagyon komoly feladat lesz, és azért stratégiailag, ha már Bakhmutról beszélt elnök úr, akkor azt hozzá szeretném fűzni, hogy viszont stratégiailag az ukránoknak délfelé van egy olyan nagyon komoly lehetőség, amelyben valóban támadó hadműveleket tudnak majd kezdeni, ahol elvágják ugye a Krím-félsziget részét az eddigi orosz megszállt területeknek, a Donbass-Luganszki résztől. Tehát itt az ukrán félnek komoly stratégiai lehetőségei vannak. Igen, akkor folytassuk is, és egy pillanatra hadd térjek már még vissza a tankok kérdéséhez. Nyilatkozott a 24.hu-nak, biztos látta, Szene Zoltán, ő nyugalmazott vezérezretes, vezérkari főnök, és ugye a Magyar Hadtudományi Társaságnak az elnöke, és azt mondta, hogy azért van ennek jelentősége ebből a szempontból, mert hogy a tank nélkülözhetetlen a területfoglaláshoz, drónnal lehet pusztítani, de nem lehet vele területet foglalni, egész konkrétan így fogalmazott, és ugye ennek azért van jelentősége, mert ugye ez nem védekezéshez használt eszköz, hanem újabb terület visszafoglalására alkalmas, és hogy ez eddig nagyon más, és hogy ezért is hozhat ez fordulópontot a korábbiakhoz képest. Ez mennyire állja meg a helyét, ez az értékelés? Nagy részt igen, ugye a modern harckocsik is tökéletesen alkalmasak védelemre is. Tehát megfelelő fedezetből, hőállásból nagyon komoly, tehát harckocsi ellen a legegyszerűbb harckocsival harcolni. Olcsó páncéltő rakétával ugye a nyugati államok rengeteget szállítottak az ukránoknak, és ugye itt a nyugati harckocsik más minőségi színvonalat képviselnek. Sokkal vastagabb a páncélzatuk, pontosabbak az ágyúik. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, a YouTube-on terjeng a videó, amikor egy Leopard 2-esnek a csövére rátesznek egy korsósört. És árkon bokron megy a harckocsi. Így. És a sör nem lötjen ki. Tehát olyan stabilizátora van, hogy a löveg mindig oda mutat, ahova lőni akar a kezelő. Az orosz harckocsi, ez egy 30x éves videó, de az orosz harckocsik még mindig nem tartanak itt. Ez a nagy hátrányos a Leopardnak. Tehát mondjuk a T-72-höz képest a Leopard az olyan, mint a kockalada, meg a legújabb S-klassz Mercedes közötti különbség. Na most a szervizigénye is pontosan annyival nagyobb. Ugyanakkor az orosz harckocsizóknak, meg az orosz katonáknak lesz egy olyan nagyon komoly félelem, hogy én őt el tudom találni biztosan 5-700 méterről, és akkor talán átümöltem a páncélzatát, ő ugyanezt meg tudja velem tenni 2 kilométerről. Tehát ez az orosz harckocsizóknak, az orosz katonáknak mondjuk úgy a pszichés hozzáállását is jelentősen rombolni fogja, de valóban még idő. Tehát más
a harckocsik belső berendezése, máshogy vezetik őket, máshogy szolgálják ki, lassan fognak megérkezni, és ha Ukrajna ezt a támadást túléli, már pedig jelenleg nem úgy néz ki, hogy összeomlana az ukrán védelem, tehát a Bakhmutot mondjuk kiürítik, ugye már három oldalról körbevették az oroszok, akkor lerövidítik a frontvonalat, tehát jelentős erőket tudnak felszabadítani, és ott a következő település. Mögötte a következő, és Bakhmuttól egyébként 40 kilométerre van az a Kramatorszk, ami az ukrán védelemnek a szíve. Most eddig egy év alatt az ukránok 20-25 kilométert mentek előre, most el lehet képzelni, hogy 40 kilométer az ebben a tempóban még egy másfél év. Ugye maga Prigozsin, ugye a Wagner csoportnak a tulajdonosa, a vezetője is azt mondta, hogy 18-24 hónap, még legalább a háború. Ebben a tempóban igen, csak a kérdés az, hogy meddig bírják az ukránok emberrel, és meddig bírják az oroszok technikával, mert mértéktartó beszélések szerint az orosz haderő már eddig is legalább 1500 harckocsit veszített, ami döbbenetesen magas szám. Igen, arról nem is beszélt, is felvetették, hogy fogják ezeket a tankokat egyáltalán odaszállítani a helyszínre, mert hogy ugye itt hát óriási monsomokról lehet szó, úgyhogy azért van kérdés ezzel kapcsolatban. Bőven egy pici szünetet fogunk csak tartani, tényleg csak néhány percet, és aztán folytatjuk ezt a témát, és természetesen szó lett magyar vonatkozásokról is, Szijjártó Péter utazásáról is, illetve az EU csúcsról is fogunk majd beszélgetni.